Sziasztok, Volkens vagyok. Miután az M41-e áramkörei önmagukban már jól működtek, ideje volt tesztelni őket a motorokkal együtt. Ehhez persze először ki kellett bontani az egészet a fegyverből. Kiszerelés után első lépésben kicseréltem a motorok kábeleit. Ahhoz, hogy a kilövő motor csatlakozóihoz hozzá lehessen férni, először le kell forrasztani róla az árnyékoló panelt. A Rapid Strike-ban eredetileg egy mechanikus kapcsolón keresztül történik a tolókar pozíciójának az érzékelése. Ezt mindenképpen ki akartam cserélni egy mágnes plusz riderelés megoldásra. A mágnest remekül el lehetett helyezni a tolókar belsejében. Ha megfelelően helyezzük el a riderelét, akkor az érzékelői szabályos időközönként nyitnak és zárnak, ahogy az oszcilloszkópon látható. Jöhet az éles teszt. Elsőre úgy tűnik, hogy a rövid sorozat teljesen jól működik. De nézzük most az egészet lassításban. Megfigyelhető, hogy a tolókar 3 helyett 5-ször megy ki. A hanglejátszó modul ledje viszont csak 3 pulzust jelez. Ez probléma, de úgy tűnik, hogy a többi funkció jól működik. A túlfutás abból adódik, hogy a motor nem fékeződik elég gyorsan. Az egyenálló motor fékezésének egyik lehetséges módja, hogyha rövidre zárjuk a tekercsét. Mint sikerült rájönni, az az elektromechanikus kapcsoló, amit gondosan kiműtöttem, többek között ezt a feladatot is ellátta. A kérdés az, hogy ezt hogyan tudom úgy kivitelezni, hogy közben a mikrokontroller összes lába ellát valamilyen funkciót. Elárulom, olyan megoldás, ami egyszerre szép is, meg egyszerű is nincsen. Lehet választani egyszerűt vagy szépet. Én az egyszerűt választottam. De mielőtt ebbe belemennénk, először nézzük meg, hogyan kapcsolgatja a vezérlő áramkör a motorokat. Eredetileg az volt a terv, hogy a motorokat némiképp túlpörgetem azzal, hogy a névlegesnél nagyobb feszültséget kapnak. 7 voltos táp fölött viszont úgy nyiszítettek, hogy úgy döntöttem, mégis kapnak egy soros ellenállást. A motor tényleges indítását egy FET végzi, amit a vezérlő áramkör kapcsol. Hogy fékezzem a motort, egy másik ellenállást kapcsolok párhuzamosan a tekercsére. A trükk, ami egyben a dolog nem szép része is, az az, hogy az ellenállás folyamatosan rá van kötve a motorra. Ennek a megoldásnak az a nagy hátránya, hogy a motor normál üzeménél jelentős áram folyik ezen az ellenálláson keresztül. Előnye viszont, hogy ellenállásosztót képez, ezáltal csökkenti a motorra eső feszültséget, így a fordulatszámot pontosabban be tudom állítani. Miután a FET lezárt, áram már csak a motor tekercsén és ezen az ellenálláson keresztül folyik. Ez pedig szépen lefékezi a motort. Nézzük az egészet élőben. A karmozgása jelentősen lelassul, de szerencsére még így is elég gyors. Ennél a sebességnél jól megfigyelhető, hogy csak 3-szor megy ki a kar, pontosan úgy, ahogy kell. Innentől tehát semmi akadálya a beépítésnek, amiről természetesen szintén lesz majd videó. Addig is köszönöm a figyelmet, és jó barkácsolást!